Ez maga a fal a 15x15-ös gerendák közé rakva, és kívülről kapott egy szalmabála szigetelést, amin szintén vályogvakolat van, azon mészvakolat van, azon mészfesték van kívülről. Tehát így kell elképzelni. Anyukám szokta mondani, hogy ez nekem a játékom, ez a történet, hogy dombházba lakunk, és ezt felépítettem. Szabolcs gyakran sétál fel Zsámbéki otthona tetőjére. Könnyen megteheti, hiszen mindössze egy kisebb dombot kell hozzá megmásznia. Ez a tömegkályhánynak a kéménye. Gyakorlatilag akkor, amikor a épületet én terveztem, nem voltam még benne 100%-ig biztos, hogy a tömegkályha az elég lesz egy ilyen körülbelül 100 négyzetméteres épületnek. Viszont a tömegkályhának ez a sugárzó fűtés, ami egész nap hat, gyakorlatilag egész nap érezzük, ez úgy az egész környezetet, a falakat, mindent jól felfűt. Ez, ahol most állunk, ez az étkező tetőablaka. Azóta a háttérben az a fürdő, és majd itt mellette lesz a konyhájé. Hát én szeretek sok mindent magam megcsinálni, úgyhogy ezt is saját kezüleg gyártottam le. Ez a tetőablak, ez bármennyire is nagyon maszeknak tűnik, ennek egy három rétegű üveg hőátbocsátási tényezőjénél jobb a hőátbocsátási tényezője. Szabolcséknak a veteményes is a házuk tetején van. Fűszernövényeink egy jó részét ide ültetjük. Itt mellettem, itt pedig egy mélymulcsos rész volt, most ugye szintén befutotta már a fű, de itt tököt, batátát, dinnyét, sárga dinnyét, ilyesmiket szoktunk termelni. De nem csak a munka miatt jár fel ide. Sokszor csak a kilátásban gyönyörködik. 6 éve él ebben a dombházban a feleségével és a gyerekeivel. Ez egy családi ház, aminek fűvel fedett, vagy földdel fedett a teteje. Jó kialakítású, tehát nem fázunk, nincs túl melegünk, úgyhogy ennyiből kényelmesebb. Egyébként meg a többi nem olyan nagy különbség más családi házakhoz képest. Szabolcs építőmérnök. A 80 cm földréteggel borított otthonát főként ő tervezte, és ő is építette meg saját kezűleg. Felmondott a cégénél, és 8 hónapig minden idejét a ház megépítésére szánta. Több környezetbarát építési technológiát is megismert, de mindig is egy biztonságos dombházra vágyott. Sokkal védettebb ez az épület, mint egy bármilyen terepszint feletti épület. Tehát itt gondolok itt a nagy szelekre, a jégesőkre, a nagy viharokra. Valóban úgy van egy ilyen dombházban, hogy kint már dőlnek a fák szinte ki, akkora szél van, és itt bent semmit nem érzünk belőle. Emellett fontos szempont volt az is, hogy a dombházaknak rendkívül jó az energetikája. Azaz a föld, amely beborítja, amellett, hogy szigetel, tárolja a hőt. Gyakorlatilag ez a 80 centi földréteg, ami az épületen van, ez egyébként ilyen, mondjuk, hogyha egy közel gyapotba gondolkodok, akkor ez egy ilyen 12-14 centi közel gyapotnak felel meg. A legnagyobb kihívást a dombházaknál a vízszigetelés jelenti. A lehullott csapadékot ugyanis a föld magába szívja, az épületet viszont szárazon kell tartani. A hagyományos vízszigetelő anyagokat 25-30 év után cserélni kellene, amely egy dombház esetében túl drága lenne, hiszen fel kellene szedni hozzá a földréteget. A hosszú távú vízzáráshoz Szabolcsék főleg agyagot használtak. Nem csak a vízszigetelő réteg biztosítja, hanem egy olyan agyagréteg van az épületen, ami önmagában is vízzáró. Ez egy összetett történet, de én azt gondolom, egy jól átgondolt vízszigetési koncepcióval minden további nélkül megoldható. Egy dombház építési költsége alacsonyabb. Szabolcs úgy számol, hogy munkadíjjal együtt is körülbelül 30-40%-kal olcsóbban jöttek ki, mintha egy hagyományos családi házat építettek volna. Ez az igazság ablaka. Ebben látszik az a rétegrend, amit belső rétegrendnek mondhatnánk. A szalma bála, ami az egész háznak a fülfal rendszerén fut, mint egy szigetelés. Arra kerül egy paticsréteg, ez már vályog. Arra kerül egy alapréteg, egy alapvályogréteg, ez lehet repet, sőt, nagyon is jó. Ágnesék is egy nem megszokott építőanyaghoz nyúltak. Úgynevezett szalmabálás házban laknak. Férjével, Attillával mindig is biztosak voltak abban, hogy otthonukat természetes anyagokból szeretnék felépíteni. A szalmát a falakban fa, tégla, vályog és mész egészíti ki. Ez egy szuper építőanyag. Az nagyon fontos számunkra, azt elmondhatom, hogy
hogy nagyon jó érzés egy olyan házba lakni, ami épületbiológiailag egészséges. Tehát nincsenek kemikáliák az építőanyagokban, sem a falfestékben. Az egész ház a föld szintjétől, mondhatni, lekomposztálódna káros anyagmentesen a földbe. Persze voltak aggályaik is. Például az, hogy tűz esetén nem égele könnyebben egy szalmabálaház, mint más épületek. A tűzzállósági próbája le van írva, már való elvégezték, és ezt elfogadták. Egy szalmabála, egy tömör szalmabála nem ég el, hogyha ilyen disznópörzsről is elkezdik égetni, a külső fele megperzselődik, de az lezárja az oxigén útját, és nem fog elégni. A közhiedelemmel ellentétben a rágcsálóktól és a penészedéstől sem kell tartani. 3 éve készült el a saját 117 négyzetméteres otthonuk, amelynek a felépítése szerintük se többe, se kevesebbe nem került, mint más családi házaké. A fenntartásán azonban sokat spórolnak. Gáz nincs bevezetve, csak áram, mivel elektromos kazánnal és egy kályhával fűtenek. Az, hogy nincsen gáz, nem vagyunk kitéve annak, hogy így emelik a gázárát, illetve a gáznak a köbméter, fogyasztott köbmétert meg tudom mérni, de azt nem tudom megmondani, hogy tényleg annyi a fűtőértéke, mint ami le van írva. Tehát azt szeretem, ami korrekt, exakt. Hogyha tudom, hogy vettem egy köbméter fát, elfogyott, nem tudok tüzelni. Az áramköltségeiket egy 6 kW-os napelemrendszer mérsékli, kútvizet használnak, és körülbelül másfél erdei köbméternyi fa fogy el egy fűtési szezonban. Ennek a szalmabála szigetelésű háznak mennyi a havi rezsi költsége? Lehet 18-20 ezer forint. Szabolcsiknál is alacsonyak a fenntartási költségek. Náluk sincs bevezetve a gáz, csak az áram. Ők is kútvizet használnak, és fával fűtenek. Alapvetően 3 dolog az, amiért fizetünk. Az egyik az ugye a főzésünk, az még PB gázról megy, és arra évente tavalyi évben 45 ezer forintot fizettünk ki. Az áramszámlánk az 50 ezer forint volt, és a fűtési fa mennyiség az egy olyan 50 és 60 ezer forint körül van, tehát egy évben 150 és 160 ezer forint körül az az összeg, amiért ez az épület fenntartható. Ezt, hogyha elosztom 12-vel, akkor olyan 13 és 14 ezer forint közötti összeg jön ki egy hónapra. A fát persze föl kell vágni, a kályhát pedig megrakni. Ilyen értelemben a ház fenntartása időráfordítást és munkát is igényel. De Szabolcs nem bánja. Az a napi negyed óra, amit így ráköltök, hogy most akkor előkészítem, esetleg vágok egy kis fát és befűtök, ez nekem, ha nem lenne, akkor nekem hiányozna. Arról, hogy mennyi dombház vagy szalmabálaház állhat Magyarországon, nincsenek pontos statisztikák. Becslések szerint néhány százra tehető a számuk. Azt azonban látni, hogy az energiaválság óta egyre többen érdeklődnek az ehhez hasonló alternatív építési technikák után.